A ceglédi református óvodák életében fontos szerepet tölt be az évről évre megrendezett sportfesztivál, vagy ahogy korábban hívták, a református ovis bajnokság. Eddig csak a nagy csoportos gyerekek vehettek részt különböző ügyességi versenyjátékokban, de idén úgy döntöttek, hogy a kisebbek számára is lehetőséget biztosítanak, mondta az óvodavezető Almádiné Rózsa Krisztina. Várjuk a családokat, anyukákat, apukákat, testvéreket, és szeretnénk, ha ma mindenki jót sportolna, kellemesen elfáradna, ügyesedne, és aztán mindenkit meg is jutalmazunk majd azért, hogy végigcsinálta ezeket a különböző kis próbákat. 8 kis állomással készültünk, ahol ügyességi feladatokat végeznek a gyerekek, de megnézzük őket, hogy milyen tehetséges focisták lesznek majd, kézilabdát is kapnak a kezükbe. Az óvodapedagógusok is végigmentek a gyerekekkel az összes állomáson. Volt egyebek mellett ugrálás, akadályok alatti átbújás és célba dobás is. Gyakorolni nem kellett, hiszen azért az óvodában a gyerekek minden nap mozognak, és az ő közösségeikkel nincs is gond. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény inkább a szülőknek és az óvoda dolgozóinak is egy nagyon jó alkalom arra, hogy ezeket a közösségeket is építsük, formáljuk. A szülők egyébként tényleg jelezték is ezt, hogy hiányzik, hogy nem találkozhatnak egymással, és nehéz így kialakítani ezeket a közösségeket, úgyhogy emiatt szerettük volna, és az is nagyon jó, amikor az óvónéniket, dajkanéniket más környezetben, más szerepben, más feladatban látják, akár a gyerekek, akár a szülők. A sportfesztiválra nagyon sokan érkeztek. A résztvevőket ajándékcsomagokkal és érmekkel jutalmazták.